Tisztelettel köszöntök mindenkit a sorozat 29. részében. Nos, múltkori részben, ugye az előzőben azt beszéltük, hogy IC2 lesz. Na most ahhoz még az Induction Smeltert szerettem volna elkészíteni. Viszont előtte azt szeretném mutatni nektek, hogy kaptam tőletek, illetve itt a szerveren is beszéltük, hogy hogyan lehetne összekaparni ezeket a mobok által dobált cuccokat, mert hát azért azt csak nem kéne elpazarolni. Úgyhogy ugye mondtátok ezt az cuccot, itt van, az Advanced Item Collector-t, na most, bocsi, szóval ugye ez a receptje, és ugye ez kell bele, na most ehhez én összekészültem már, úgyhogy ezt így né, ide rakjuk. Szóval, ugye ez kell hozzá, és így né. Na, így elméletileg ez egy 10x10-es körben tudja összegyűjteni az itemeket. Na most itt én annyit csináltam, hogy a lámpát én felkapcsoltam már, de azért kardot elő. Na, és akkor ide ezt be kéne helyezni, de azt mondják, hogy kell alá először egy chest, úgyhogy azt még gyorsan alá eszközölöm. Na most azon gondolkozok, hogy Ender chest legyen. És akkor, nem, lószart, kihúzzuk kábellel, az kész. Szóval egy sima chestet, ami persze, hogy nincsen, úgyhogy wood. Faszom, csinálok egy csomót, mert rohadjon meg, annyi chest kell, mindennek a chest a receptje. Úgyhogy, tudom én, legyen egy pár darab. Mert idegesítő, hogy állandóan chest hiányba szenvedek. Fát azt így kaptam, pár darabot, hogy ne kelljen azzal szórakozzak itt a videóba. Jó, na, akkor mi van? Ja, chest. Chest, és... mit van, izé? Empowered. Szerintem jó lesz a sima. Van olyanom? Ez miért csak 9 van ebből? Ez jó kevés. Akkor vigyem azt az empowered-et. Egyébként most ütök hozzá még izé cuccot, úgyhogy... Hol van? Itt van ebbe. 16. Lehet az, nem tudom, 3-at ad ki, 3 darab. Mindegy, ezt most hagyd ne számoljam ki, ahhoz már késő van. Na szóval, 10x10-es kocka, ugye? Csinálnék itt még egy valamit. Gyorsan. Van itt egy ilyen kis okosság, hogy tape measure. Ugye mérőszalag gyakorlatilag. Meau tape measure itt van. Bibliocraft, ennek aztán rohadt bonyolult a receptje, úgyhogy ezt gyorsan én craftolok egyet. Köszi. Azt nem tudom pontosan, hogy kell használni elméletileg, nem egy bonyolult dolog. Aha, zombi. Zombi alkatrészek. Innentől starting measurement idáig, ez 13 east-west. És ez pedig innentől eddig, ez 12, tehát 12x13-as. Nem baj igazából, tehát nem fogok ezen így nagyon fennakadni. Akkor ez itt 5, 6, mondjuk ide rakom akkor le. Jó, hát egy izét kör. Ja, basszus. Így nem értem ki. Na így. És akkor azt mondjuk, hogy 5, 6. Jó lesz az itt. Na, mondjuk, hogy jó lesz. Ígyni. És akkor kivisszük, mondjuk oda arra a falra. 1, 2. Ó, egy kis mimicsit. Az sose várt. 3. Ó, 4. 5. Ugye? Jó, mindegy. Ez a lényeg, hogy érjek ki a falig. Tulajdonképpen más nem érdekel. Gyorsan itt kiizélem magam. Ez még itt... Ez már itt stone. Aha, itt vagyok. Jó, ide kihozzuk. Zsír. És akkor ide, meg belekötöm, csak itt már a izé van. Nem, jó. Azt hittem, hogy itt már a mob farm van, de itt úgy látszik dupla a fal. Akkor nem voltam hülye. Mert itt akarom ugye mögötte vinni a kábelt. Na, akkor azt mondja, hogy ide első körben lehelyezek egy chestet. Szerintem bele lehetne kötni egyébként direktbe is, de menjen egy ilyen buffer chestbe, és akkor ez az empowered, ez meg kirántja belőle. Így, és akkor szépen elhozzuk. Remélem elég lesz. Hát ez most pazarlásnak tűnik ez az empowered, de igazából Ender Pearl-ből annyi van, amennyit nem szégyellek. Úgyhogy... pont le is fosom nagy ívbe. Nem itt hozzuk, hanem még itt erre jövök.
Hát azért csak illik összegyűjteni, nem? Tehát most mit tudom én, ott is dobálnak azért render per string, meg mit tudom én, és akkor a wool is meg lesz oldva. És akkor nem kell kikapcsolni az izét. Meg a vért is össze akarom, amit az altár összefarmol. Azt egy tankba akarom gyűjteni, mert igazából nem tud túl sokat tárolni. Jó, lehetne upgrade-elni ilyen... nem is tudom, mi a neve hirtelen az upgrade-nek. De azzal is ugye lehet upgrade-elni, hogy többet tudjon tárolni. Van nem 10 barrel. Ez 3, 4. Akkor még ide egyet. Ez így 5. 5. Hopp. Derp. Haha. Én terpelek itt össze-vissza. Jó, és akkor ide 1, 2, 3, 4. 5. Zsír. Na, ezt be kéne kötni. Majd itt... Aha. Igazából mondjuk nem baj, hogy ez itt van. Már pont nem érdekes, mert ide majd akkor maximum ezt egyel kisebbre rakom, mert úgyis úgyse ér el idáig a kollektor. És akkor 11 darab kábel van még, ezeket így. Nem akarom az EMI rendszert ezzel terhelni amúgy, tehát azért csinálom ezt. Így szépen belekötözgetjük. Bazzeg. Ez így kupi, na mindegy. Fasza, jó van. Na, és akkor ezeket be kell álligatnom, amit szerintem nem veszek föl, mert hülyét fogtok kapni. Mindegyiket át kell raknom izére, insertre. Na, szépen bekötözgettem őket, ugye mindegyiket beállítottam insertre. Úgyhogy próbáljunk. Na most még, ja igen, még annyit akartam, hogy ezeket viszont én beállítom, hogy mit fogadhatnak be. Ugye itt összegyűjtögettem az összes, hát amit szeretnék ugye gyűjteni mobokból, ugye ezeket. Ez rotten, szart, potétó. Mi van itt még? Ender Pearl, Gunpowder, meg izé, arrow. Tehát ezeket szépen, ezeket szeretném, hogy gyűjtse nekem. Így, és hogyha Shift jobb klikkel rámész, akkor lezárja, tehát csak ezt engedi, még hogyha el is fogy belőle. Így. Úgyhogy ezeket ide szépen berakosgatjuk, úgy. Faszásan. És akkor ezeket majd lehet upgrade-elni egyébként, ezeket a better bareleket, és akkor többet tud belőle eltárolni, amikor már mondjuk úgy látjuk, hogy rohadt sok kezd lenni. Így, meg mi volt még? Volt még itt valami arról, azt tudom, és akkor még egy valami. Ja igen, a vas. Mert hogy ugye a zombik néha dobnak vasat is. Hát jó, mondjuk elég kicsi a mennyiség, de ígyni. Na most a plusz lootokat, azokat egyelőre szerintem ide benne hagyom a chestbe. Ezt mindjárt fölupgrade-elem vasra. És akkor majd néha ránézek, és akkor mit én beolvasztom azt mellettem, hogy valami, aztán majd később, hogyha majd meg lesz már, hogy nagyjából mit dobnak jellemzően, mert azra most így hagyna emlékezzek, akkor majd valamit csinálunk vele. Na, összedobtam itt ezt a chestes cuccot, ugye felupgrade-eltem vassá, tegyük ezt le, ígyni. Na hát erre kíváncsi vagyok. Ez mondták, hogy gyors. Aha, igen, ez ide már nem ér ki. Ez viszont rohadtul nem középre raktam ám. Igen, ezt elcsesztem egy kicsit, meg körülbelül ide kéne. Úgyhogy én ezt szerintem áthelyezem ide. Na, áthelyeztem, most már itt jobb helyen van. Viszont itt ugye, hogyha jobb gombbal rámentek, lehet állítani, hogy XY koordinátán hány blokkra nézzen szét. Hát a... Nem is az Y-t kell 10-re, mert az leföl, hanem a Z-t. Ígyni. 10, ugye, maga alá, maga fölé. Nem kell, hogy nézzen, elég csak az ő szintjén. Na nézzük csak. Még egyszer akkor ezt. Hopp, ez berántotta. Király. Aha, és ott is van. Jó van. Na, ez itt faszán működik, úgyhogy én szerintem tegyünk egy próbát. Úgyhogy szépen itt becsuk, lámpa Leo, és akkor várhatjuk a csodánkat. Na, viszont egy dolgot felejtettem el, ugye ezt itt át kell rakni, így, hogy ne foglalkozzon a redstone jellel, mert így viszont soha az életben nem rántja ki a chestből, úgyhogy na még egy próba, jó, dörtöt kiütöttem, csak nem kaptam meg. Ja persze, mert behúzta a chestbe. Jó van. Igen, ez ilyen fura, hogy kiütöd, és abban a másodpercben eltünteti. Na, menjek már be. Szar, hogy nem tud felrepülni a lépcsőn. Mutasd csak, aha, itt vannak, király. Na, akkor ezt itt visszafedjük szépen. Ez majd úgyis szét fog újra spreadelni, úgyhogy nem számít túlságosan. Na, most már működnie kell.
Aha, itt is van, az előbb hallottam pont egy Enderman-t. Ott a String, ott az Enderpearl. Király, ott a Bone, uha, ez itt szépen fog megtelni. Majd mondom a chestet, majd kihúzzuk máshova. Mondjuk ide valahova valami chestbe, és akkor mit tudom én, majd lesz vele valami, de egyelőre az nem érdekel. Mert ez, ugye ezek az itemek azok, amikből rengeteg lesz. Ezek az ilyen nagyon most common cuccok. Úgyhogy jó. Na, gyorsan még akkor ezt a Induction Smelterre visszatérve. Ugye ezt most csak egy ilyen kitérőnek szántam, ezt a mobos dolgot, hogy mégis azért gyűjjön a motyónk. Azt kellene összeraknunk. Azt hiszem szedtem gumit, de igazából nem kell sok hozzá, mert nekem coal kell. Coal. Hülye, hova írom? Ezt soha az életben fogom szerintem megszokni. Block of coal. Ebből lesz 9 por. Kíváncsi vagyok most már, ha már itt van. Nézzük csak meg egyelőre a gyorsabb a pulverizerbe. Nem, nem, nem gyorsabb. Ebbe lehet blokkot rakni? Nem, jó, akkor csak simát. Mi van ezzel? Nem tudom, amúgy szépen fut most meg minden, de néha így randomba egy picit megfagy a dolog. Na nézzük, call. Halló, oké, ezt most csinálja. Hát azért stacket nem kérek, csak így. És megnézem, mi kell a overclockerhez, mert ez tetű lassú igazából. Overclocker upgradehez. Ez mi? Ja, az Advanced Genetics, ez úristen. Igen, kell hozzá circuit, kábel, meg ez a 10K-s coolant, amit most nem állok neki craftolni, mert faszom, majd megcsináljuk izébe. Megcsináljuk majd autocraftingban, mert ez idegesítő. Viszont, ami kell, akkor nekünk az induction smelterhez. Nézzük csak meg, mi kell. Mert én azt hiszem felvételen kívül fogom megcsinálni, mert ez kicsit pain in the ass. Aha, iron furnace, oké. Okay. Advanced machine casinghez kell advanced alloy. Ugye ezeket össze kell vizélni, egy ilyen szarrá összekraftolni, és akkor lesz belőle advanced alloy. Meg carbon plate, ami csak simán ugye három port, de egyébként négyet, mert rosszul mutatja. Négy port összekraftolsz, megkapod azt a fost, azt összerakod kettőt, lesz belőle egy ilyen, és akkor utána meg azt le tudod kompresszálni egy carbon plate-té. Na, én ezt most mindent megcsinálok, és akkor már is visszajövök. Na, egy egészen fájdalmas procedúra után úgy tűnik, hogy megvagyok a cuccokkal. Zsír, megvan ez, megvan már ez is. És kész, induction furnace. Waha. Na most itt egy kicsi változtatás, ugyanis tik, jöttök egyel följebb. Remélem elég ez a kettő. Elméletileg igen. Így van. Jó, te ide, zsíros. Jöhet az induction smelter. Adunk neki egy kis redstone jelet, csak hogy jó legyen. Fasza. Na. Most már ugye égethetünk irdatlan sebességgel minden szart. Majd persze majd a fölforrósodott. Úgyhogy király, ezzel is megvagyunk. Na, amivel szeretnék foglalkozni. Na, gyűlnek itt a motyók rendesen. Király, hallom, itt zörögnek a cuccok. Amivel szeretnék foglalkozni, egy picit a folyadékok. Ugye hát azzal is kell. Első körben ugye szeretném a... Hát ezt a vért lehet össze kéne gyűjteni valahova, tehát csinálni kéne egy buffer tartályt neki. Persze nem a felszínre, mert az ronda, hanem azon gondolkoztam, hogy ez alá. Tehát ide ugye, azt már mondtam az előző videóban is, hogy ez alá csinálnék még egy hasonló méretű ilyen termet. És akkor oda menne ugye azé is a Big Reactor a nagyobbik kiadásban. Vagy nem, nem. Tudjátok mi lesz? Megmondom mi lesz. Ide. Ezeket, ezt a falat ugye végig kirakom izékkel, ilyen folyadéktartályokkal, vagy nem. Na jó, mindjárt kitalálom, mi legyen. Na, megálmodtam. Itt lesz az első tartályunk, ugye egy sima 3x3-as, ez lesz a lávás. És ide megjön valami, ami nekünk termelni fogja a lávát, méghozzá egy Blood Magic-es rituálé. Jávol! Úgyhogy ezeket elpokolom, ott egy kicsit bányázgattam. Ja. Oké, okay, zsír. Na, kéne akkor első körben nekem egy pumpa. Ami... Pump, BC, pump, tök egyszerű. Mining well, iron pickaxe. Te ide begyűsz, és kell egy
gír, ami idegesítő, de megoldható. Stone-om van, nincsen, passza meg, az itt van. Ó, nem para, stone, és jöhet az iron. Úgyni. Na, iron gear, és elméletileg ezt össze is lehet dobni, zsír, és akkor kell fölé egy ilyen tank, király, és már is össze tudjuk rakni a pumpát, jó. Na, akkor kell neki redstone engine, ugye az ingyen energiának. Redstone engine. Hát ez amint amikor babizéből pumpáljuk a lávát, tehát még több, tehát ha 4 darab kell, akkor 8 ilyen kell, ugye? Mint amikor a netherből pumpáljuk, ez kb. Ugyanaz a setup lesz, csak nem a netherből fog jönni. 8 darab, kell egy piston. Aj, Isten, megint elfogyott ez a rohadt fa. Na, ezért értem felvétel előtt 3 stacket, de majd lesz fa farmunk, csak most így nem volt kedvem ezzel szenvedni. Na, még egyszer. Piston, 1, 2, 3, 4. És 2, 3, 4. Na. Jó, leverből elég 2, viszek glass-t, ha van még, van. Jó, na akkor kell nekem olyan, hogy rituál. Aha, nincs rituál stone-om, igazából nem kell sok. Hogyan kell azt csinálni? Rituál stone, ez elméletileg egészen egyszerű, ha lenne obszidiánom. Ó, rohadjál meg! Igen, ahhoz meg kell a láva, viszont nem baj. Mennyi kell, vagy hogy van ez? Azt mondja, hogy mennyit ad ki? Ez kiad 4-et. Ebből van egy csomó, mert ezt csináltam még az előző mapon egy stacket, úgyhogy ez bőven elég lesz. Akkor csak az obszidián az, ami hiányzik. Ilyenem nincsen. Tudom én, most ilyen láva bakette nem szórakozok. Jó, mert itt egyébként van alatt a láva. Még azt hiszem ebbe is van, nincs. Ja, itt van láva alatt, úgyhogy mindjárt gyártok le még 3 darab obszidiánt. Na, itt is van. Akkor tudunk 8-at csinálni. Király, jöhet Master Ritual Stone, meg jöhet a Activation Crystal, amiből nem tudom miért van 2. Igen, vannak ilyen furcsaság. Hát igen, a költözés az már csak ilyen. Na. Így, né, ezt ide ledobom, és azt mondom ennek, hogy Ritual. Mark, blablabla, izékel nekem, Serenade of the Nether, pom, kész, aktiváljuk, király, ott a lávánk, fasza, na most még az kellene, hogy ezt egy kicsit úgy csinálni, hogy ne folyjon itt orba szájba mindenhova a láva, mert az idegesítő, meg nem tudok tőle dolgozni se, úgyni, te is mennyi oda, úgy. Na, mert én itt leszeretnék valahol jönni, ugye itt lesz a tank, ezt kijelöltem ezzel a dörttel. Itt lejövök, akarok redstone jelet ide lehozni. Nem mondod, hogy eltört. Ezt most bekapcsolom, de ezzel marha óvatosan kell bánnom. Ugye a jobb egérgomb fölül így fölemeltem az ujjamat, mert ezt most itt véletlen elsütöm, akkor itt izé van halál és pusztulat. Úgyhogy gyorsan is váltok róla, mielőtt jobb gombot nyomok. Ezt közben itt kinyomjuk. Jó, tehát ide le kell hoznom nekem első körben izét, Red Alloyt. Azt pedig csináltam egy csomót, király. Mert ugye azt szeretném, hogy kapcsolata legyen, nehogy, mert ugye véletlen csak el, hogy fogyhat az az LP, és akkor lejönni ide, meg deaktiválni, meg mit tudom én, az ilyen kicsit fos, úgyhogy ezt én így szépen, ha nem is szépen, de legalább rondán levezetem. Úgy, itt föl kéne vele jönni. Itt ide lejössz. Így. Hát ilyen kicsit ilyen fél automatára csinálni a dolgokat. Úgy szépen itt feljövünk. Jó, és itt lesz mondjuk a kapcsoló. Nem kéne beleesni. Többek közt azért is tettem rá izét. Ilyen takarót, ilyen takaró üveget, hogy nehogy véletlen itt beleszefóskodjak, mint ahogy szoktam. Most egy picit ez más lesz ez a blokk, de leszarom. Ígyni, az ide feljöhet, és akkor ide jöhet rá egy kapcsoló. Ugye ez majd, hogyha így van lefele, akkor kikapcsolja a rituálét. Na, fölé pedig jöhet ide a láva. Most láva már, pumpa. Úgy, ezt ide begyúrom fölé, pump. Úgy, mehet köré a 4 redstone engine.
Fasza, ez még jól is néz ki. Bár nem akartam túl látható helyre, már mit tudom én. Úgy, anyád. Hogy jobb gombot nyomjak. Aj, ezért nem használom egyébként ezt a csákányt itt fönt, és hát a bázisom közelében már fosok, hogy véletlen. Amilyen szerencsétlen vagyok, megnyomom a jobb klikket, azt akkor izé van. Para, ez így jó? Jó, oké, nincs nem lever. Gyorsan szedek magamnak. Akkor csináljunk. Csinálok szerintem egy stacket. Úgy, nem lett egy stack, mindegy. Hát igen, szokásos fából megint rövidek vagyunk, úgyhogy szerintem nagyon hamarosan lesz a fa farm. Arról majd mindjárt beszélek, hogy én azt hogy szeretném. Na, ez itt elkezdett szerintem pumpálni, így van, csak ugye le van kapcsolva. Ezt nem is akarom visszakapcsolni még egyelőre, mert gyorsan csináljunk akkor egy rolling machine-t. Rolling. Rossz helyre írtam, természetesen. Ez viszont rettentően egyszerű, de ez is fa kell. Tehát 1, 2, 3, 4, oké. Kell középre egy ilyen achievement. Hehe. Oké, ez vicces, na mindegy. Hol jön itt a energy? De még egyet betolok. Igen, meg jön a félés. Kéne nekem konduit. Ja, jó, van, oké. Gyorsan. Ezt ide lehányjuk. Úgy. Nem fog érdekelni a rolling machine, hogy megy, mert igazából pont lefosom nagy íbe, mert nem... ajaj, valami van. De mi? Miért kaptam effektet? Ja, persze. Ezért. Gyorsan áldozni kéne be cuccost. Mert az a izé van ott bent. Próbálok egy ilyen Bloodshardot átnyomni ugye a tier 4-es orbá, de nem sikerül, mert nem termel eleget ahhoz a cucc, úgyhogy kell majd egy tank, amiből összegyűjtök rengeteg vért. Látjátok? Mindegy, úgyhogy ezt most én innen kiveszem egyenlőre. Akkor üres kézzel. Így, és bedobom a orbomat, hogy töltsem a rendszert. Na hát igen, pont ezért kell kapcsoló arra a rituálira, hogyha esetleg valamit szenvedek vele, akkor ne legyen az, hogy itt izé bolygózok, mint valami drogos. Jó, azok ott mennek, faszán, rolling machine-t meg kéne tömni vassal. Ironnal. Hát szerintem mehet bele. Persze nem fér bele két stack. Ja, de belefér, mert négy stack is belefér, jó, nem szóltam. Úgyni, na, ez itt szépen csinálja nekünk a dolgát, ugye szeretném ezt a sima, kinek még nem esett volna le, a Railcraftos trankot, igen, a tankot megcsinálni. És ide tulajdonképpen, és nem másó, csak hogy jó legyen. Igen, ez így gyorsabb. Na, szóval, hogy a Railcraftos tankot szeretném, és ugye kapcsolható lesz a láva, szépen automatice fogja nekünk gyűjteni. Úgyhogy minden fasz, minden happy, hogyha ez a... már készült. Ó, lett egy csomó. Na, akkor kell nekem ide először is visszapakolni a talapzatot legalább. Ide. Úgy. Az majd ott működni fog egyszer talán. Jó, na, kéne nekem első körben ilyenből sok. Igazából a 3x3-ast akarom megcsinálni, ahhoz ugye lentre kell 9, föntre 9, az 18, meg 4 tartó, az ugye 22, ja, jó, ez már sokkal több lett. Kell nekem továbbá a tank üveg, az a Gauge, ebből is van, 16, jó, az bőven sok, meg kell ez a Valve. Ebből kell egy pár darab. Úgy. Akarom én színezni. Megint tele az inventory, pedig itt az AMI rendszer. Ez jellemző. Akkor egy pár dolgot gyorsan eldobálunk. Ezt is berakhatjuk igazából. Jó, az se kell. Oké. Nézzük. Lever az van nálam. Úgyni. Hát ebből most, ja, hogy ez 8-at ad ki, oké,
Ezt meg kiegyezek vele természetesen. És akkor jöhet ide alulra egy réteg. Úgy faszán. Akkor ide jön a... Ja igen, bocsánat, rosszul számoltam, mert ide két pillár jön. Tehát ugye nem 22, hanem 26. Hogy van? Ennek a belseje... Belseje egy? Nem, ennek kettőnek kéne lenni. Akkor három izé jön. Jó van, na. Ezeket a tankokat egyébként nem tudom, hogy képtelen vagyok megjegyezni. És hát nem vagyok képtelen megjegyezni, csak ritkán rakom össze. És akkor így összekeveredek vele. Így, fasza, így akartam én ezt. Egyébként ez az oldala is lehet nyugodtan telibe. Jó, akkor kell nekem ide. Ide egy volve, ugye ilyen befele jövőnek. Oké, okay, oda mehet mondjuk még fal, zsír, ide is jöhet fal, mert tök mindegy neki. És akkor viszont ide előre, meg üveg. És ez így össze is áll. Igen, csak a leeresztőkét mondjuk én lehet ide raknám. Így. Mert akkor ide mondjuk belerakom egy izébe, egy ender tankba. Vagy nem tudom, majd még azt kitalálom, hogy hogy legyen. Ígyni. Ezt én kikapcsolom. Shift lenyom. Jobb klik. Oké. Okay. Na, akkor jöhet oda enderájós víz, vagy hát folyadék pumpa cucc. Az pedig konduit. Tadra, konduit. És ez a sima kell nekem. Van, tudok ilyet csinálni? Vajon fogadjunk, hogy nem. Ilyen binder cuccot. Vagy van már készen? Megnézem. Nincs. Úgy emlékeztem, hogy még talán hagytam. Ó, nincs gravelom. Hoppá! Na, akkor én most elmegyek és szedek egy kis gravelt. Na, csak hogy elhiggyétek, egyébként nem gravelt jöttem el szedni, hanem clayt. Úgyhogy igen, tényleg képes vagyok eljönni és szedni egy kis clayt, mert az kell. Igazából nem olyan sok, mert egy darab kell hozzá, de a mai tojok ezt gyorsan kiszedem. Még téged is. Úgy. Az az eltört, de csináltam újat. Mondjuk egy kis levegőt, jött egy kis homok is, sose árt, bár azt tudok találni, úgyhogy ennyi volt. Nem jöttem túl messzire egyébként. Itt van, hú, mitől lett rózsaszín? Itt van Datívnak, meg Wolfunnak a kisebb fajta bázisa. Hát igen, ők ugye nem videóznak, úgyhogy ők így tudnak haladni videón kívül is. Mi meg Draxcorpékkal ugye csak videóban szeretünk haladni, de hát ezzel szerintem semmi gond nincsen, nekünk legalább tovább lesz elfoglaltságunk, ha-ha-ha. Na, ez mi van itt kiütve, nem tudom. Ja, izét szedtem a lávát. Na, nézzük csak még egyszer, azt mondja, hogy conduit binder. Oda jöhet a clay, és amennyi csak tud jönni. Oké, okay. Na ezt ki kell sütni. Ez viszont furnace módra vissza. És akkor már is sülnek. Egyébként ez baromi gyorsan süt ez is. Nem tudom, egyébként valamiért ez most nem működik. Be van kötve. Lehet, hogy azért, mert túl nagy energiát kap, de elméletileg nem kéne, hogy baj legyen. Nem értem. Most még azt akarom megnézni, hogy ez sem működik. Ez nekem magas, hogy miért nem. Ja, nem ez, hanem ez. Aha, és nem. Nem kap áramot. Ezt nem értem. Na mindegy, ennek majd utána nézek. Most egyelőre nem akarok ezzel szarakodni. Mondtam, hogy rengeteget süt ki pillanatok alatt. Úgyhogy ez jön így. Ez egyébként ez a Quiet Clear Glass, aki nem tudná. Ez simán szegmi, alloy smelterbe berakott, de alloy módra. Tehát nem sima furnace módba, hanem alloy módba, és akkor a Ender IO-snak süti ki az üveget, a szendet, nem pedig sima vanillásnak. Jó. Na, azt mondja, hogy akkor itt ezt összekötjük itt a rendszert. Remélem kompatibilis, de miért ne lenne az itt a BC-vel. Ide szépen ezt ide bele. Aha, ott van a láva benne, király. Ez most lag, vagy mi? Miért nem kötődött ez össze? Mondom. És fölfele. Ja, hogy lehet, hogy ez alapból nem kötődik össze, hogy ne keveredjenek a folyadékok. Értem. Akkor jöhet a wrench.
Jó van, nem vagyok, mondom, teljesen profi még az Ender IO-ba. Ez az a wrench, ami nem működik állítólag, ez eltört, vagy mi lett vele, szóval az ilyen elég fura dolog. Akkor nézzük meg a másikat. Tra, ide, aha, igen, ez már. Ó, király, jó, na, szóval akkor az így működik, akkor már ezt is tudjuk. És akkor ezt is összekötjük itt. Te nem akarnál működni véletlenül? Igen, így felszedem. Ah, király, jó, megy is bele a lötyi. Fasza. Na nézzük. Oké, van egy pici lávánk is, én ezt most itt visszafedem. Ja, keresek hozzá Marble-t. Igen, ez, tudom, hogy egy icipicit talán olyan, mintha túlbonyolítottam volna, viszont ugye biztonságra is törekedtem. Főleg, hogy mögötte nincs kifáklyázva, és beszpónolnak a mobok, és csak idegesítőek amúgy, de semmi más nem csinálnak. Úgyhogy gyorsan egy kis torcsot. Meg fogjuk csinálni nem sokára a Power Armornak a kezét, hogy tudjak ingyen izét rakni, világítás, de addig mindegy, még egyelőre torcsozok. De hát minden csak a maga idejében. Nagyon nem szeretném ezt elcseszni, hogy itt jobb klikkelek. Úgy, kicsit kiizéljük. Jó, szerintem ez így jó lesz. Na most jöhet a teszt. Ezt itt lekapcsolom. Úgyni, ott a láva. Szépen ez itt szedi föl. Fasza, nem? Ja, de. Király. És akkor szépen itt ez, hát jó, van egy kis késés benne, de szerintem ez teljesen tűrhető, azért tettük így le, hogy itt legyen ideje regenerálni a rituálénak a lávát. Most hát azért csináltam neki ugye egy ilyen komolyabb kis buffer tartályt, és akkor szépen itt ki tudom vezetni mondjuk, ezt szerintem Ender tankba fogom, aha, csak hogy itt van a kábel, ezt egy lejjebb kell költöztetni. De ez már a legkevesebb. Úgy, ide hídni. Faszad, de ezt most ugye nem kapcsolom be, hogy szívja. Hát jó, ez eszi az LP-met igazából, de hát ezen nem fog fennakadni nagyon, mert most már. Aha, hát pluszba termelek, hiába szívja le ez. Oké, király. Na, ez működik. Én viszont úgy gondolom, hogy elérkeztünk a rész végére. Hát rohadt sokat haladtunk, mondjuk elég sokat dolgoztam felvételen kívül, de hát én már csak ezt csinálom, mindennel szeretnék végezni. Most nem ugyanaz a minta, de nem vagy így rusztikus. Ugye ezzel az a célom, hogy legyen tehát ide fogom behúzni első körben, ugye majd, nem tudom, lehet felvételen kívül, vagy csinálok Ender tartályt és mellé rakom, nem tudom, majd még ezt kitalálom. Az a lényeg, hogy ezt ide fogom juttatni, hogy ugye az Igneous Extruderünk itt fusson. Meg gondolkoztam én azon, hogy ugye a törtölöket utálom tankolni, mert idegesítő, mert vödrözni meg izé. Ki fog találni egy olyat, hogy lerakok egy blokkot, ami lehet, hogy egy interfész lesz. Egy EMI interfész, majd hogyha autocraftingunk is lesz már. És írok rá egy olyan programot, hogy leteszem elé a törtölt, beveszi onnan a. Ugye előzőleg beállítom, hogy exportáljon ki egy csomó láva vödröt, amit ugye le is tud craftolni. Szépen ugye kiexportálja magába, kiszívja a törtől, betankol, visszarakja az üres vödröt, és az újra megtölti lávával, valami ilyesmi, de majd ezt még ezen agyalok, meg dolgozok rajta. Viszont én megköszönöm mára a figyelmet, amennyiben tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Ja, úgyhogy tök jó haladtunk ma, büszke vagyok magunkra. Na, sziasztok!